Üdvözlöm Önöket, Önök a Világhíradót látják. Szír kormányzati források szerint a hadseregnek sikerült visszafoglalnia Aleppo egyik délnyugati kerületét a lázadóktól. Közösségi médiára feltöltött videók alapján továbbra is erős összecsapások zajlanak a várostól északra fekvő térségekben is. A kormánycsapatok több légitámadást is végrehajtottak a környéken. A katonaság egy közeli városba is benyomult, és ismét elvágták a felkelő csapatok utánpótlási útvonalát, amelyet a lázadók kisebb meglepetést okozva néhány napja meg tudtak nyitni. Diplomáciai források szerint az aleppói események miatt gyakorlatilag meghiúsult annak a reménye, hogy augusztus végén folytatni lehessen a szíriai béketárgyalásokat. 4 darab F-16-os repülőgépet kapott Irak az Egyesült Államoktól. A gépek összértéke szakértők szerint eléri a 260 millió dollárt, ami átszámítva több mint 70 milliárd forintot jelent. Az újonnan érkezett gépekkel együtt immár 10 ilyen gép áll az iraki haderő rendelkezésére, mindegyik az elmúlt év során érkezett a közel-keleti országba. Washington közlése alapján a gépeket elsősorban az iszlám állam elleni küzdelemhez adták Bagdadnak. Hiába kért rendőri védelmet pár hónapja az a pakisztáni kórház, amelynél hétfőn öngyilkos merénylő robbantott egy temetésen. A gyászolók a belucsisztáni ügyvédi kamara elnökét búcsúztatták, akit nem sokkal korábban öltek meg. A terrortámadásban legalább 70-en meghaltak és több mint 100-an megsebesültek. Nem tűntek még el a hétfői terrortámadás nyomai a Kvettai kórháznál. Az áldozatok többsége ügyvéd volt, ruhafoszlányaik pedig még mindig a földön hevernek. Akár csak a detonáció erejétől betört ablakok üvegszilánkjai. A kórház falaiba repeszek fúródtak. Hasonló támadás volt 2010-ben. Mondtam is az ügyvédeknek a mártérként meghalt kollégájuk temetése előtt, hogy ne legyenek sokan a szertartáson, nehogy megismétlődjön, ami 6 éve történt, mondta az intézmény egyik alkalmazottja. A támadást a pakisztáni tálibok egyik csoportja vállalta, amely más iszlamista felkelőköz hasonlóan meg akarja dönteni a kormányt. Az ügyvédeket a rendszer kiszolgálóinak tartják. Elkövetőként jelentkezett az iszlám állam is, de szakértők szerint nincs közük a merénylethez. A kórházunk nem kap megfelelő védelmet. Több biztonsági őrre lenne szükség, és arra, hogy mindig ott legyenek a bejáratnál. Fémdetektoros kapukra lenne szükség, hogy megakadályozzák a terroristák behatolását, mondta egy másik kórházi alkalmazott. Kvettában rendszeresen tartottak találkozókat az afganisztáni tálibok. Korábbi vezetőjükkel dróntámadás végzett, amikor májusban oda akart utazni. A városban még zárva tartanak a boltok, iskolák és egyetemek, mert a hétfői merénylet után a kormány 3 napos gyászt hirdetett. Egy félre sikerült poénnal kavart újabb botrányt a Donald Trump. A republikánus elnök jelölt egy kampányrendezvényen tett félreérthető kijelentései miatt magasrangú republikánus tisztségviselők is magyarázkodásra kényszerültek. Trump a fegyvertartás híveihez szólt, de szavai többen úgy magyarázták, hogy Hillary Clinton elleni erőszakra szólított fel. Közben a Bengáziban elkövetett terrortámadás 2 amerikai áldozatának a szülei pert indítottak a demokrata elnök jelölt ellen. Ismét hatalmas botrányt kavar Donald Trump egy kijelentésével. Clinton emelni akarja az adókat, én ellenben csökkenteném azokat. Ő leállítaná az energiatermelést, én viszont alacsonyabb villanyszámlákat szeretnék. Hillary lényegében el akarja törölni az alkotmány 2. kiegészítését. Ha ő jelöli a bírákat, akkor már semmit sem tudtok tenni. Bár a 2. kiegészítés hívei talán igen. Hangzott a botrányos mondat, amit többen úgy értelmeztek, Trump Clinton elleni erőszakra szólított fel. Republikánus tisztségviselők is magyarázkodni kényszerültek a kijelentés kapcsán. Szerintük csupán egy rossz ízű poénról van szó. Hallottam a kijelentésről, nekem úgy tűnt, hogy egy félre sikerült viccről van szó. Remélem, gyorsan tisztázni fogja magát Trump. Ilyen dolgokkal nem lehet viccelődni, fogalmazott a republikánus házelnök. Közben a líbiai Bengáziban 2012-ben elkövetett terrortámadás amerikai áldozatai közül 2-nek a szülei pert indítottak Hillary Clinton ellen. Személyesen vádolom Clintont a fiam halála miatt. Az egész kampány egyetlen kérdésről szól. Ha az igazat sem hajlandó elárulni, miért bízzuk rá az elnökséget? Clinton nem az elnöki székbe, hanem börtönbe való.
fogalmazott az egyik áldozat édesanyja. A kereset szerint Clinton, aki akkor külügyminiszter volt, felelős az amerikai külképviselet elleni támadásban életüket vesztő amerikai állampolgárok haláláért. A pert indító szülők álláspontja szerint a terrortámadásokhoz az is hozzájárult, hogy Clinton a hivatalos levelezését a magánszerverén keresztül bonyolította. A demokrata elnökjelölt floridai kampány rendezvényén részt vett a júniusi orlandói mészárlás elkövetőjének édesapja is. A férfi később a sajtónak nyilatkozva arról beszélt, ez a demokrata párt, ami mindenki előtt nyitva áll. Megszavazta a brazil szenátus, hogy bíróság előtt folytatódjon a Dilma Rousseff elleni felelősségre vonási eljárás. A politikus 2010-ben választották elnökké, 2014-ben pedig újra választották. Később azzal vádolták meg, hogy az újraválasztási kampányában meghamisította a költségvetési adatokat. Emiatt vizsgálatot indítottak ellene, idén májusban pedig felfüggesztették. Tisztségét az alelnök vette át, aki azóta ideiglenes államfő. A szenátus különleges bizottsága nemrég Rousseff bíróság elé állítását javasolta a jelentésben. A törvényhozás 81 fős felsőháza elfogadta a jelentést, és 59-21 arányban megszavazta a politikus elleni tárgyalás megindítását. Az ítélet a hónap végén születhet meg, Rousseff hatalomból történő végső elmozdításához pedig a szenátus kétharmadának támogatására lesz szükség. A politikus puccsnak tartja az ellene indított eljárást. Idén már várhatóan nem lesz szavazás Nicolás Maduro sorsáról. A venezuelai választási bizottság most közé tett menetrendje szerint októberben kezdődhet meg a referendum kiírásához szükséges aláírásgyűjtés második köre. Ezután egy hónap kell az aláírások hitelesítésére, és 90 napon belül írhatják ki a voksolást. Az időzítés az ellenzék számára azonban kritikus. Amennyiben január 10-e előtt rendezik meg a voksolást, és Maduro menesztésére szavaz az ország, akkor előrehozott elnökválasztásra kerülne sor. Ez után, a határidő után viszont csupán annyi történne, hogy az alelnök venné át az államfői posztot 2019-ig, amikor megbízatása lejár. Válságba került a turizmus Párizsban a terrorfenyegetettség miatt. Idén január és május között 10%-kal kevesebb külföldi látogatott a francia fővárosba, mint a tavalyi év azonos időszakában. A nyáron történt franciaországi merényletek tovább rontották a helyzetet. Népszerű mondás a párizsiak körében, hogy augusztusban vakációzni mennek, és a turistákra bízzák a kulcsaikat. A franciaországi terrortámadások miatt viszont mostanában jóval kevesebb a külföldi látogató. Nyilvános helyen biztonságban érzem magam a fegyveres rendőrök miatt. Néhány helyen talán nagyobb a veszély és jobban félnék, főleg ott, ahol kevesebben vannak, mondta egy kínai férfi. A turizmusra a városban elkövetett tavaly novemberi merényletek mérték az első nagy csapást. Múlt hónapban pedig egy férfi 85 embert ölt meg Nizzában, amikor teherautóval a tömegbe hajtott. Két héttel később két iszlamista meggyilkolt egy papot egy normandiai templomban. Nizzában is eltöltöttünk két napot, és nagyon jól éreztük magunkat. Próbáltunk nem gondolni arra, ami ott történt. Persze a terrortámadás helyszínét látni nagyon elszomorító volt, mondta egy kanadai turista. Idén júniusban 12%-kal volt kisebb a szállodák telítettsége, mint tavaly júniusban. Júliusban pedig 10%-kal kevesebben érkeztek repülővel, mint tavaly júliusban. Rövidebbek lettek a sorok a turisták körében népszerű helyeknél is. Azért jön kevesebb külföldi, mert merényletektől tartanak. Különösen az ázsiaiak, főleg a japánok, akik otthon nem tapasztalnak ilyesmit. Félnek Franciaországba és Európába jönni, mondta a Párizsi Idegenforgalmi Hivatal kutatási vezetője. A szakértő úgy véli, pénzügyi okai is lehetnek a kialakult helyzetnek. A britek és a kínaiak például a nemzeti valutájuk gyengülése miatt maradozhatnak el, a brazilok és oroszok pedig hazájuk gazdasági nehézségei miatt. Az egész vendéglátás szenved, főleg a szállodák. Sok vendéget vesztettek, miközben az internetes szállás közvetítők sikeresek voltak a foci EB idején. Sokkal kevesebb külföldi jár éttermekbe, keresi fel az Eiffel-tornyot vagy a Louvre múzeumot. Nem tettek jót Franciaország külföldi megítélésének az idei erőszakos tüntetések sem, vagy az, hogy ázsiai turistákat raboltak ki.
Egy városnéző túrákat szervező busztársaság 12%-kal csökkentette járat sűrűségét, miután azt tapasztalta, hogy egyre kevesebb foglalást kap. 2016 első felében a japán turisták száma 46, az oroszoké 35, az olaszoké 28, a kínaiaké pedig csak nem 20%-kal csökkent a tavalyi év azonos időszakához képest. Igaz, a kínai látogatók száma 2015-ben viszont 40%-kal nőtt 2014-hez képest, és meghaladta a 740 000 főt. Európa történetének legrégebbi aranydíszét találhatták meg régészek egy dél-bulgáriai ásatáson. A lelet igen apró, a jelentősége viszont óriási, mert 200 évvel idősebb lehet az eddig megtalált legrégebbi aranytárgynál. Utóbbi egy ékszer volt, amelyre 1972-ben bukkantak rá a Várnai nekropoliszban. A most előkerült díszt időszámításunk előtt 4000 évvel készíthették Európa legelső városi településén, a mai Bulgária területén. A régészek 150 anyagból készült madárfigurát is találtak a feltárt településen. Önök a világhíradót látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!